Tavaly nyáron jelentették be, hogy egy dél-koreai vállalat a WScope Nyíregyházán építi fel első gyárát Európában. Bő fél évvel később a német Boisen cégcsoport is a Vármegye székhely ipari parkját választotta új üzemének felépítésére. Számos hasonló jelentőségű beruházás indult meg az utóbbi években a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza gazdasági övezetben. A befektetéseknek köszönhetően a következő években több tízezer új munkahely jön létre a régióban, ezeket azonban szinte lehetetlen csak magyar munkavállalókkal betölteni. Jelenleg körülbelül 80 ezer külföldi vendégmunkás dolgozik Magyarországon, közülük 57 ezret tesznek ki a szerbek és az ukránok, akik könnyített eljárás keretében dolgozhatnak az országban. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár megkeresésünkre elmondta, a következő években növekedni fog a vendégmunkások száma, de a prioritás minden esetben a magyarok foglalkoztatása lesz. 2030-ig például Debrecen környékén, ha azok a beruházások, amelyek most fejlesztések megvalósulnak, ami be van tárazva, nagyjából 30 ezer új munkahelyre lesz szükség. Ez egy óriási szám. Ugye, ha matematikailag nézzük, akkor jelen pillanatban Magyarországon, akikre munkaerőtartalékként tekinthetünk, az durván 300 ezer ember. Ők a munkanélküliek, az inaktívak, az alulképzettek. Hát reálisan látva azért azt mondom, hogy ekkora létszámot biztosan nem fogunk tudni rövid távon a munkaerőpiac rendelkezésére bocsátani, mert sokan vannak olyan élethelyzetben, akik nem képesek szociális gondok miatt, egészségügyi gondok, családi problémák miatt munkát vállalni. Úgyhogy mindenképpen szükség lesz, azt gondolom, hogy a harmadik országbeliek foglalkoztatására is. Nem tudok és nem is akarok nagyságrendet mondani, hiszen ugye a főszabály az, hogy mindig annyit akkor és oda és onnan, ahol a magyar munkaerőpiacot segíti. Tehát elsődlegesen a magyarokkal próbáljuk feltölteni, és hogyha nem, akkor átmenetileg ugye vendégmunkások alkalmazását is igénybe fogjuk majd venni. Vendégmunkások jelenleg 15 országból érkezhetnek Magyarországra munkaerő közvetítők által speciális engedélyezési eljárás nélkül. Ők 2+1 évig tölthetnek be olyan pozíciókat az itthon működő vállalatoknál, amelyekre nem találni magyar szakembert. Comba Sándor elmondta, a technológiai fejlődésnek köszönhetően nem csak betanított vendégmunkásokra, hanem magasan képzett külföldi informatikai szakemberekre is szükség van. Ezt a folyamatot is segítve született nemrég együttműködési megállapodás a Nyíregyházi Egyetem és egy kínai főiskola között. Azok a technológiák, amelyek Magyarországra érkeznek, azoknak is egy jelentős része ugye folyamatos fejlődésen, változáson megy keresztül, tehát a tényleges munkavégzés mellett, tehát ugye úgy szoktuk mondani, hogy a kék gallérosok mellett a fehér gallérosokra is óriási szükség lesz. Magyarul ugye a kutatás-fejlesztési részt is szeretnénk, hogy ezek a cégek idehoznák, mert Isten igazából akkor tudnak gyökeret ereszteni egy-egy országban, hogyha nem csak a manuális tevékenység, hanem a hozzátartozó know-how is párosul, és ez a tervünk minden egyes beruházást illetően, hogy tartósan gondolkodjanak Magyarországban, ahhoz pedig az kell, hogy a kiművelt emberfőket is itt találják meg. Örülök neki, hogy a Nyíregyházi Egyetem is itt a nulladik körben már partnerként jelentkezik. Az államtitkár hozzátette, a nyíregyházi, a debreceni és a miskolci egyetemnek kulcsfontosságú szerepük lesz abban, hogy képzéseik összhangban legyenek az új befektetők munkalehetőségeivel.